Hello, fiúk, lányok, itt a saláta 5. kiadás, a saláta 5. kiadáson pedig mi lesz? Saláta lesz. Saláta salátában itt igen meleg van, és az ilyen melegben a hideg jó, de a hideg az még ízletes, és akkor még jobb, szóval sárga dinnyes saláta készítésről fogunk egy-két szót ejteni, hogy mi is ez, és hogy is kell ezt csinálni, ezt most megláthatjátok. Ízletes mennyiségű sárga dinnyét, egy eléggé hegyes késsel, ilyen mozdulatokkal, cikcakot utánozva, körbevágjuk, szépen egyenletesen, ez eléggé hosszú tengelyű, késre van szükség, hogy a közepébe érjen. Igen, és a kalapját könnyen le tudjuk emelni. Ugyanígy kell a cikcakozásra, hogy a másik oldalon, tehát ahol elkezdtük, ugyanoda jussunk ki. Hát ez némi gyakorlásra van szükség, de hát ezt bárki megteheti. Így legalább most a titokra, hogy hogyan lehet cikcakozni, fényderült. De mivel felvágnám, leemelném a kalapját, a talpát levágom, félre rakom, erre már nincs szükségünk. Így jól megfogálni a tálba, megpróbálom leemelni a dinnyének a kalapját. A magját szépen kiemelem, ezt senki se szereti. Utána óvatosan a közepéből kikaparászom a magot. És ez ki is jön könnyen, szóval ez a nyújtsványúka. Egy jó dinnyéne, igen, kijön. Sajnos van, amikor a dinnye nagyon élet, vagy életlen, akkor nehezebb dolgunk van, de akkor is egy jó éles kanállal ki lehet szépen válni. És azt hogyan tudjuk, hogy élet, vagy kevésbé élet a dinnye? Hát, kívülről, vagy ezt meg kell kifogtatni? Nem, ez nem értek, ugyanis olyan sokszor azért nem dolgozok én sem. A sárga dinnyével. Ezt félre adjuk, ezt kidobjuk. Utána, hát a házi asszonyoknak nem biztos, hogy van karabélyük, mint nekem. Kis golyókákat váljunk ki belőle. Így mi. Sárga dinnye beléből, ugye? Igen. Ha kanál, akkor én kis darabokat próbálunk kiszedni belőle. Lévus levét azért nem dobjuk ki, ez nagyon finom. Bele a salátába. A salát, sokan nem ismerik, hogy a sárga dinnyének milyen kellemes íze van, különböző adalékanyagokkal. Én most egy majonézes mátással fogom összekeverni, de egyébként ismert, amikor a sárga dinnyének a húsát sonkával, apró kockára vágott képsonkával ízesítik, illetve majonézzel fogadják abban az esetben is össze. Tehát kiváltuk a versenyét, ezután mi következik? Ezután a dinnyének a húsát megsózzuk. Igen. Nagyon kevés sok. Kevés sok. Köszönöm. Összekeverjük, és amíg ez egy kicsit élelődik, átveszi a sónak az ízét. Kész majonézmártás, berakjuk a tálba. Egy kis keverés alkalmas tálba. Igen. Kevés habtejszínt rá, ami cukor nélkül van, elkészített porcukor nélkül. Rakunk bele 2 kávéskanálnyi ketchupot, ugyancsak 2 pupozott evőkanál tornát, fehér borst, egy csipetet, ízlés szerint, csipet konyakot, kb. 1 centilitert, és citromlevet. Vagy csak mató citromleve jó? Nem, hát végülis kinek mi áll rendelkezésére. És porcukrot, kevés porcukrot. Azt sem mindegy, hogy milyen sorrendben rakjuk bele, ugye? Nem, az teljesen mindegy, csak belekerül a minden. Igen, minden volt felsoroltam. Haverővel ezt simálatni nevünk. És a lesózott dinnyére ráöntjük. Ez tulajdonképpen a mártás, nem? Igen, ez a mártás, amiben egy 5-6 órát hagyjuk érni az ételt. Összekeverjük. És ez majd össze fog érni, ugye 6 óra után. 5 óra alatt átveszik egymás ízeit. Ezt most akkor berakjuk hűtőbe, a sárga dinnyét
letakarjuk, befedjük, fogkapkodj, és akkor mind a kettőt beraktuk a hűtőbe. Uh-huh. Eltelt 5-6 óra, kivettük a hűtőből ezt a gyönyörű salátát, de én nem hiszem el, hogy itt az ízek összekombinálódtak. Megkóstolhatom? Természetesen. Megnézzük, hogy milyen ízt nyertünk, hogy kell-e még esetleg valami bele. Tessék. Na nézzük. Fogd azt az ízmét. Nagyon jó. Akkor ezek szerint beletölthetem. Beletöltheted. Ezek szerint akkor a kivájt sárga dinnye közepébe visszatöltjük ezt a összeért salátát. Igen, igen. Ezt a majonézes különböző fűszerekkel ízesített. Nagyon finom. Beletöltöttük a időközben megmosott szőlőlevélre, egy tortapapírra, vagy egy tortatállal helyezte. Ezt milyen szőlőnek a levele? Ez csak szőlőlevél? Végül is ez mutatós. Akár lehet... Akár saláta levél is. Fenyőfa ág, gyengébb ág. Én ez alá, a látványosságról, egy kis micsoda? Színességet raknék. Mitől színes? Ez ételfestéktől. Tehát akkor íze van. Víz íze. Igen. Tehát színes jég került alá, és most belehelyezem a jég közé. Így tulajdonképpen ez egy kicsit látványosan az élvezeti értékét növeli. A meghámozott, megmosott málnát, illetve kimagozott cseresznyét a halmazok a tetejére. Igen, bele a saláta tetejére tesszük. Igen. Nem nyomkodjuk bele. Igen. És most pedig ráhelyezzük a tetejét. Jaj. Az ízmenceknek még egy kis tejszilabot mondunk rá. És kész az étel. Gyerekek, a szépen, vagy? Hát szóval, már leszel. Na, szóval, ha telehetjük magunkat, akkor elmegyünk és kifekszünk, de ha kifekszünk, akkor ér bennünket a nap, igaz, ér bennünket a nap. És ha ér bennünket a nap, akkor meg leégünk és akkor fájni fog, de nem rontjuk el, és éppen ennek megelőzéseképpen most a napozásról lesz szó a kozmetikai rovatunkba. Új helyszín a kozmetika udvara és új téma a napozás. Mi a véleményed a napozásról? A napozás nagyon jó hatással van a bőrre, a bőrt érő sugarak, a kémiai sugarak, és ez különböző belső kémiai, biológiai folyamatokat indítanak meg. Ilyen például a D-vitamin képzés, a csontképzés, azon kívül feltöklenítő hatása van a szervezetre. De nem csak jó tulajdonságai vannak, hanem sajnos rossz tulajdonságia is. Hogy mint tudjuk, hogy most az ózon van egy kis ózonlyuk, ezért azt ajánlanám, hogy déltől 3 óráig senki ne tartózkodjon a napon, inkább a reggeli vagy a délutáni órákban, és amint érzi azt, hogy egy kicsit is pirult a bőre, vagy egy kicsit is fáj, vagy húzódik, vagy úgy érzi, hogy száraz abban a pillanatban, vagy egy kis testápolót, vagy egy kis naptejet használjon. Itt láthatnánk is, hogy például a Fabulon családnak vannak a naptejei, ami különböző faktorúak, ami jó kis nyugtató, gyulladás csökkentő hatásuk is van, és ajánlom, hogy minden napozóhoz vannak ezek a balzsamok. Ez a balzsam, ez mindig napozás után kell bekenni, bőrnyugtató, és különböző olyan anyagokat tartalmaz, mint gyógynövényeket, mint olyan anyagokat, amelyek gyulladás csökkentő hatásuk van. Ugyan előszöltjük meg a hámlást. Hát a hámlást úgy előztetjük meg, hogy nagyon sok vizes, hidratáló krémet használunk. Ez van a krémekben, és hogyha a testre pedig különböző testápolókban van. Amikor a bőrünk van, és például a fehér bőrűeknél először leégéssel kezdődik a napozás, hogyan védekezhetnek ellene? Hát igen, mivel sajnos a gyulladás keltő sugarak is vannak, ezért ezzel nem tudunk védekezni, hogy különböző faktorú fényvédő krémeket használunk. Például itt mutatnám, vannak a Nivea-nak a termékei, ezek nagyon jók, a faktor száma rajta van mindig a dobozon. Ez különböző olajokba, napolajokba, akkor sima olajokba és sprékbe, habokba megkapható. A legjobb a hab és a naptej, mivel az olajak nagyon gyorsan avasodnak, és ezt nem nagyon ajánlom, mert gyorsan irritálják a bőrt. Mit ajánlasz a gyerekeknek? A gyerekeknek ezt a kis Fabulon
baba napozót ajánlanám. Ez nagyon jó, mert E-vitamin van benne, pantenol van benne, kalendulaolaj, és a kalendulaolajról tudnunk kell, hogy ez nagyon jó kis nyugtató hatása van, de ezt nem csak gyerekeknek ajánlanám, hanem felnőtteknek is, akinek érzékeny a bőre. A faktorokra visszatérve mindig azt kell néznünk, hogy milyen erősségű a faktor, és minél nagyobb a faktorszám, annál inkább véd. Mi a véleményed a szoláriumról, például, ha fejbőrűvel kikezdheti ezzel az előnapozást? A szolárium nagyon jó, mivel a bőrünkben vannak ilyen festék, sejtek, ezek a melaninok, és azért, hogy a pigmentképződés rendesen meginduljon, ezért nagyon jó a szolárium, mert ott fokozatosan lebarnulunk, és amikor már kikerülünk a napra, akkor ezek a festék, sejtek megszűrik a napot, és akkor már nem okoznak bőrtést. A károsodást nem okoz a szolárium? A szolárium nem okoz károsodást, mert annyit nem fekszünk bent, és nem használjuk, hogy ez károsodást okozna. Milyen kozmetikai hibákat okozhat még a nap? Már mondtam a bőrszárazságát, az hidratáló krémekkel tudjuk helyrehozni a szeplősödést, az akkor, amikor leég a bőr, és utána elkezd hámlani, ezzel nem sajnos nem tudunk semmit tenni, ezt majd tavasszal fényvédő krémekkel. Ha valakinek patonás és az arca, segíti a nap a gyógyulásban? Igen, segíti, de mindenek előtt ki kell tisztítani a bőrt, és utána napozni, és nagyon jó, mert a fagyümény működését csökkenti. A napozás a verejtékmirigy működését pedig növeli, de ezzel úgy tudunk segíteni, tehát jobban izzadunk, hogy különböző stifteket használunk, és többet fürdünk. Mit csináljunk közvetlenül a napozás után, esetleg valaki leégett? Hát hazamegyünk, letusolunk, és hogyha nagyon leégtel, akkor ajánlanám házi ápolásnak, például a kefirt, mert nagyon jó nyugtató hatása van. Továbbá nagyon sok testápolót kell használni, hogy ne száradjon ki a bőrünk. A kozmetikai tanácsokkal teljesen összefüggő dolog következik, méghozzá közvéleménykutatás, amelyet Gábor és Krisztián csinált meg, több-kevesebb sikerrel, és amelyet most fogtok látni, miután Bobit teljesen megetettem a háztartási kekszel. Rögtön. Igen. Igen. Na, gyerünk. Most. Mihez kell a malter? Hát a falra, lássen is. És egy kis Coca-Cola is van benne azért? Meg bedagó is. És ez az ásó, ez mire szolgál? Ezzel kell enni a homokot, vagy? Ezzel fagyizunk. Igen, és milyen fagyi van itt, mert ahogy látom, ilyen... Igen, de egy szép barna színe van. Há, látom, itt van valami más is. Ez az úgynevezett tökfőzelék, ugye? Ez ilyen tökfőzelék, box, igen. Igen, és miért kell kevergetni? Igen, hát azért teszünk bele kis jó paprikakőt, bele minden. Igen. És jó íze van? Jó íze van, megkóstolja? Megkóstolnál nekem, hogy ő megkóstolja. Van. De nem én, ő megkóstolja. Én már megkóstoltam ma. Jó íze van? Jó, nagyon íze. Hát akkor további jó étvágyat. Viszont kívánok! Szia! Ide hívnád egy kicsit a barátnődet. Szeretnék tőletek valamit kérdezni. Csak annyit szeretnék kérdezni, láttam, itt az előbb fogtátok egymás kezét. Ti miért fogjátok egymás kezét? Miért ne? Hát de mi ebben a jó? Hát de meleg is van, izzad is a kezétek, meg fogjátok is. Hát, és? És te miért fogod az ő kezét? Hát, hogy összetartozunk. Hát de meleg van, hát izzad a kezetek, meg... Csöpög az izzadság, most nem menjetek el! Ne haragudj, azt kérdezem meg tőled, hogy hallottad azt, hogy folyik a Duna? Ugyanis van itt egy lyuk az alján. Mit szólsz ehhez? Nem hallottam még. Nem, és szerinted mi a megoldás? Nem tudom. Semmi? Semmi vezésed nincs? Hello! Szerinted mi volt előbb, a Gordiuszi csomó vagy a színusz csomó? Fogalmam sincs. És elvágnád, ha megtalálnád a színusz csomót? Erre mondja, hogy no comment. Hát de nem no comment, hát most elvágnád vagy nem vágnád? Oké, legyen, elvágnám. És ha elvágnád, akkor tudod, mi történne? Fogalmam sincs. Hát akkor megállna a szíved, de nem baj, pajtás? Hello, várj egy picit, neked miért van ilyen sapkád? Mert a piacon vettük. És felpróbálhatom? Megengeded? Tőlem. És mi van rá írva, hogy Citroen? Mert ezt tetszett meg. És miért ezt tetszett meg? Nem tudtad, hogy a Citroen káros az egészségre? Nem. Nem pedig káros, úgyhogy vigyázz magadra. El is viszem a sapkádat, mert még bajod lesz tőle. Nem, köszönöm, kell vinni. Ne vigyem el? Biztos, hogy ne vigyem el? Ne. Hát akkor visszaadom. De fordítva teszem el, mert nem annyira károsítja az egészséget, jó? Jó. Na, hello. Há. Csokolom, elnézést, hadd kérdezzem meg, hogy mit szólnak ahhoz, hogy itt velünk szembe a Duna folyamatosan ereszt? Hát ez a fiasztó. Ez az. De most komolyan mondom, hogy nem hallottak róla? Mert folyik valóban. Hát folyik, a Fekete-tengerben, de itt van az alján egy lyuk, és folyamatosan ereszt.
nem hallottam. Erőmű is veszélyben van, mit szólnak? Nem tudom. Ilyet még nem hallottunk. Nem tudom róla. Köszönöm. Csokolom, önök miért ülnek itt? Várjuk a buszt. Hát de nem jön már a busz. Hát dehogy nem jön, ahonnan tetszik ezt venni, nem. Hát nekik mondták, telefonáltak. Hát jó van, akkor magának mondták. Tényleg nem jön a busz. Hát jó van, akkor megyünk gyaluk, jó? Tudja, miért nem jön a busz, mert sárgáról átfestették pirosra, és megtiltották, hogy piros buszok járjanak Pakson. Nem magyarázza, ne. Nem tetszik elhinni nekem? Hogy nem, én elhiszem. És ön se hiszi el nekem, hogy a piros buszok nem járhatnak Pakson? Ilyen fiataloknak nem hiszünk már ma. Nem. Mit csináltok ti itt? Megtiltolhatjuk egy mikrofon. És te mit csinálsz itt? Mit isztok? Mit isztok? Látom, ott a kezetekben van valami. Siót. Sió a sió? Jó. Hát a sió az egy folyó, nem? Nem, egy minimálló. És a folyó vizét isszátok? Dehogy is. Hát, hello, te mit eszel? Fagyi. És jó a fagyi? Igen. És szereted a fagyit? És miért kented ennyire ki magad? Neked miért van itt a kezed? Semmi. Hát de az előbb itt volt a kezed. Sziasztok, tudtatok róla, hogy ereszt a Duna? Nem. De tényleg ereszt van, és elfolyik a víz. Aha, ne hűlj már. És komolyan van a közepén egy lúk, és folyik a víz. Nem. De most tényleg, nem lesz ivóvíz, akkor szomjan halunk. Akkor egészségedre. Hú, remélem tetszett a közvéleménykutatásunk. Most pedig a házi állatokról lesz szó. Nem is kutyáról, nem is macskáról, hanem egy nagy testű háziállatról. Ez a ló. Igen, kint jártunk lovagolni egy tanyán. Riport. Van a neve ennek a lónak? Ennek a neve Bokréta. Mennyi idős? 5 éves. Kis csigó van alatta, az 3 hónapos. Úgyhogy ez kis csigó korába került hozzánk. Ez tiszta vérű ló. Az kisbéri, félvér és nyidrán tenyészetből. Dalmandi állami gazdaságból került ki. Hogyan megy végbe egy ilyen kisikónak a születése? Hú, hát ez egy hosszú. Az hosszú, igen. Hát, nem, én magamban lakatos vagyok, szóval nem foglalkoztam soha lovakkal. Mióta laposomhoz kerültem, azóta vagyok a lovak közelében, ez 20 éve idestől. Uh-huh. Úgyhogy ott szerettem meg ezt a lótartást, foglalkozom velük. És milyen célból tartja ezeket a lovak? Ezek csak hobbi lovak, ezek hobbiból vannak. Hát még van ott bent, aki muralovak, amivel szintén a szőlőmunkát végezzük el, meg a ház körüli munkákat. Ezek csak a fiúknak lovagolni, szórakozásnak vannak. Mennyire igényes egy ló, szóval mennyire igényli az, hogy... Az igényekhez, körülményekhez képest ezek a lovak igényesek. Ezek igényelnék a mindennapi foglalkozást velük. Sajnos nekünk arra nem sok időnk van. Mennyit kell őket futtatni például? Hát ezek kint legelnek itt az ürgemezőn. Futtatás napközben megtörténik náluk. Különösen csak amikor hétvégén a fiúk lovagolnak rajta. És ez a box, hogy hívják, ahol ezek állnak? Hát nálunk ilyen boxok nincsenek, csak azért van, hogy a kicsik, amikor született, nehogy összekeveredjen a másik lovaknak a kötőfékfejükkel, mert akkor megfulladt volna. Megmutathatjuk talán azt, hogy hogyan kell egy lovat letisztítani. Hát lovaknál, ugye, ha lefekszik, általában különböző szennyeződést kerül a lábukra, szőrükre, testükre, hát ezt meg szoktuk vakaróba kaparni. Mondjuk ennek a lónak nagyon keveset kerül a szőrőre, mert az el van kinyisztetve, mivel kis csikó van alatta. És akkor megkaparjuk szépen a tetején a bort, utána letöröljük ruhával, hát fokróccal szoktuk, nem ruhával, vagy kefével, még vakaróba kefe. Mennyire érzékeny ilyenkor egy lónkor csikója van? Hát érzékenyek nem, hát érzékenyek, érzékenyek ezek a fajták, mert mindig a mozgást igénylik. Hát szelidek, szóraértők, az ember közelségét azt mindig is kedvelik. Idegenekkel szemben is? Igen, azt is. Nyugodtan lehet bárki felülhet lóra, lovagolhatja. Kipróbálom ezt a vakarót. Tessék. Hogy kell? Megtetszik fogni. Úgy. És akkor így nyugodtan, nem kell ránulni, mert akkor vékony a bőre is, elég hamar. Igen. Mekkora hasa van? Igen, nagy hasa van? Igen, mert ugyanis csíkot vár. Mert az, hogy vemhes megint, igen, és azért ilyen nagy a hasa.
Jó. Akkor megpróbálnánk felnyergelni is. Ez, teszünk egy ilyen filc, amit mi vágtunk alá, a nyereg alá, egy filcet. Uh-huh. Hát ez arra szolgál, hogy nem a nyereg a bőrizzat, hanem a filc lesz nedves. Akkor magában felteszik a nyerget. A hevedet tesszük és a hevedet meghúzzuk majd a túlsó felén, mert a túlsó felén van. Ez milyen nyereg? Hát ez... Sima. Hát ez egy tüzér nyereg. Ezt még a háború alatt is talán használták, nem is tudom, hogy nagyon egy gyerek. Hogyan megy végbe egy ilyen dolgozás, nem kell felülni? Én nem tudom megmutatni, mert én nem szeretek, azaz nem is tudok nyargalni, őszintén megmondom. Esetleg a fiam az meg tudja mutatni, mert az, uh-huh, az szeret lovagolni. Álljunk valahogy így, hogy... Mindig a kengyelvasnak a láb, az ember lába épp, hogy benne legyen. Egy 5 centit. Mert ha becsúszik és véletlen ledobja az embert a ló, akkor belakadhat és akkor húzza végig az embert. De van szükség a csizmára? Igen. És a testtartás milyennek kell lenni? Hát igenis, derékkal. És a kezedben hogy van ez? Ez a pantár egyébként? Ez a pantár, a ló fehérben. Ez a hajtószár. Igen. A lovat mindig szárba tartsuk, és ide merékhez fogjuk a hajtószárt. Ebben is biztosítsuk, hogy az ember stabilan ül a merékben. Hello, Bokri. Most pedig a sálátakészítés rejtelmére fogunk titeket elkalózolni, bár megmondom őszintén, hogy nekem halványilag gőzöm nincs, hogy hogyan készül, de ebből a filmből megtudhatjátok, hogyan készül egy sárga baraszt turmix. Megettük a sárga dinnye salátát, és igazán ízletes volt. Most a nyári melegre való tekintettel készítünk. Mit készítünk? Egy sárga baraszt turmixot, amihez szükségünk van a turmixgépre, 2 deciliter tejre, porolt tejre, és beleöntjük, ugye? Beleöntjük a turmixgépbe. Olyan 2 dekányi porcukrot rakunk a tejbe. Az őszi barack, vagy sárga barackot kimagozzuk, a megmosott sárga barackot. És apró darabálni, apró darabokra, kis cikkekre. Mégis nincs jelentősége darabolásnak. De a turmixgép úgyis össze darabolja, ugye? Összejönni. Elvédjük. És most jön a lényeg. Ízesítése.
őről szóval nem találkozottunk bele, egy csipetet, akinek rendelkezésére áll, ez természetesen frissre készítse. Szóval nem ilyen volt, olyan kellemesebb, nem, tényleg. Olyan illatolomból csinagán is nap. Jó össze, hogy jó. 30 másodpercig. Jó. Összetúr még szóljuk. Ebben nagy melegben bármilyen turmixikat tudok ajánlani, különböző gyümölcsvelőkből, málnából, megyből, őszi barackból, akár sárgadinnyének a gyümölcsvelejéből, bármilyen más gyümölcsből, télen pedig megy banán, narancs, ananásznak a belsejéből. Miután jól összetúrmixoltuk a dörgésnek is vége, akkor egy hosszú mély pohárba beleöntjük a kész turmixot. Ezt szűteni nem kell, ugye? Végül sütve van a tej, illetve a sárga barackot a hűtőből emeljük ki, de ha mégsem elég hideg, akkor jégkockát helyezünk bele, és akkor lehet fogyasztani. Tessék, kedvességes kérem. Köszönöm szépen. Egészségetekre. Most pedig rejtvények. Az elmúlt alkalommal ismertetett rejtvények megoldásait fogjuk közölni. Gábor, kezdjük. Az első, egy érdekességi rejtvényünk, kik voltak a ragacsosok? Nos, ők a törött cserépedényeket összeragasztó, faluról falura járó mesteremberek. Melyik magyar író írt regényt a sziklaszilárd szívvel rendelkező testvérpárról? A megfejtés Jókai Mór, a kőszíve emberfiai. A matematikai rejtvényünk, melyik az a legkisebb szám, amely nem osztható kettővel? Most természetesen ez az egyes. Melyik az a magyar zenekar, amely egy közlekedési eszköz végcéljánál tartott koncertet? Az LGT. Most pedig a saláta legújabb rejtvényeit közöljük veletek. Az első egy irodalmi jellegű lesz. Melyik híres magyar költemény refréne, a rabok tovább nem leszünk, sor? Most pedig egy kis matematika. Melyik az a legkisebb háromjegyű szám, amihez ha kettőt adok, majd a felét veszem, 66-ot kapunk. Az érdekességi rejtvényünk, mit jelent a topor, valamint a csikli szó, tehát a topor és a csikli szó. Most pedig az utolsó rejtvény. Ki koncertezett egy héttel az olimpia megnyitása előtt a katalán fővárosban? Reméljük, nem találtátok nehéznek ezúttal sem kérdéseinket. Várjuk leveleiteket, címünk változatlan, Babics Mihály út 3, Városi Televízió. Most pedig leszni. Akármit csinálok, rossz. Ha tűnődve heverészek, tétlen naplopó vagyok. Ha teszek, veszek, sosincs maradásom. Hogyha véleményt mondok, nekem semmi se jó. Hogyha hallgatok, nincs ítéletem. Megkérdeztem egy legyet, hogy miért röpködés zümmög szüntelen. Lám a pók csendben nyugodtan szöveget. Megalapozza a jövőjét. Mire ő azt mondja, hogy ne ezópuszkodjak. Mindenkinek más a bioritmusa. A legyet átirányítottam a pához. Fekszem a csónakban, mint fasírt a hamburgerben. Ég és föld között. Az ember egész életében valami között van. Jó és rossz között, béke és háború között, születés és halál között. Ez szabja meg egész között érzetünket. Szeretném, ha mindenki szeretne. A postás, az eladó, az autóbuszvezető, a szomszéd és az igazgató bácsi. De csak átnéznek rajtam, vagy veszekednek velem. Néha az az érzésem,
hogy az egész világ haragban van egymással. Hallottál-e már róla, hogy az emberi szervezet leggyorsabban mozgó része a szemhéj. Lehunyása és felnyitása mindössze 1/10 másodpercig tart. A katonakabátokon csak 1862 óta vannak zsebek. Addig kifejezetten ellenezték a zsebek felvarrását, mivel azt tartották, hogy zsebetett kézzel nem lehet harcolni. Az első fogkefét Kínában készítették 1498-ban. Az első tubusos fogkrém Angliában került forgalomba, majd 400 évvel később 1891-ben. Az új Kína hírügynökség jelentése szerint egy Ku Yang Ling nevű 26 éves telefonközpontos 10 városból 15 ezer telefonszámot tart a fejében, könyv nélkül. Tudását 1992 elején Pekingben bemutatta a külföldi sajtóképviselőinek is. Valamelyikük kiválasztotta egy előfizető nevét, a shanghai, a tianjini vagy más, a nézőtéren lévő telefonkönyvből, és a kisasszony már tárcsázott is. Hibátlanul. A fantasztikus produkció a jelenlévőkből viharos tapsot váltott ki. A rokokó korban a katonai felszerelésben sütővas is beletartozott, mivel minden katona számára kötelező előírás volt púderrel erősen beszórt haját a halántékánál csigába bodorítani. A delfinek 10-szer jobban hallanak az embernél. Ezek voltak a saláta hírei. Ezek voltak a saláta hírei. Ezek voltak a saláta hírei. Nem is tudom, Krisztán, látjuk ezt a hírt. Vagy, nagyon intim hír, de ne, hát éppen leadhatjuk, itt Gábor and Gábor hírügynökség egyik futára hozta ezt a fantasztikus hírt. Mi is ez a fantasztikus hír? Mondjuk el szerintem. Hát ő rendkívül szomorú hír is egyben, szóval lihogó. Ha 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 ha
Hát újra itt a slágerlista, újra 10 szám következik, amit még mindig ti állítottatok össze, egy kicsit én is. Mi is a 10. helyezett? Nézzük csak. Chris Cross Jump című száma. Igen, és... Nem tudom, ti mennyit hallottatok erről a két srácról, ők már majdnem 13 évesek, és a stílusukat Crossed Out-nak becézik. Egyébként az USA-ban nem csak a zenéjükkel, hanem módjukkal is nagy sikert arattak, ugyanis a kifordított ing, a kifordított gatya, a kifordított cipő, a kifordított... Minden, amit ki lehet fordítani, mindent kifordítottak. És tehát ezzel... befordították, hogy ne csak kifordítva legyen, hanem befordítva is legyen. Szóval értetek, olyan egyszerű, hogy... Nézzük inkább a klipet. A slágerlista a 9. helyén a U2 One című száma szerepel. Igen, és róluk egy-két érdekesség. Akik elmennek egy U2 koncertre, azok igazi hullámvasútnak lehetnek szemtanulni, ilyen színpadi berendezést ritkán látni. A fejük fölül lelóg egy pár trabant, szám szerint 6 darab, és mindegyikben reflektorok vannak építve. Szóval aki ezt akarja látni, az menjen el egy U2 koncertre. Mi addig is kev csinálónak megmutatunk egy U2 számot, a 9. helyen állnak. Nyolcadik helyen a Queen állt a Show Must Go On című számával, ami annyit jelent, a show-nak folytatódnia kell. Folytatódott is, hol is? Igen, a számára rendezett étkoncerten, ahol ugyan már ő nem volt jelen, csak a szelleme. És egy monumentális videóvásznon megjelent Freddie arca, és feltette a kérdést, hogy készen vagytok testvéreim? És körülbelül 72.000 torokban megszólalt az arca. Yeah! Ez szólalt meg, igaz? Igen, Krisztián, yes. Ezt én akartam mondani. Nem baj, yes, mi is készen yes, vagyunk. The show must go on. Helyen a Pink Floyd Learning to Fly című száma áll. Helyen Soul to Soul Foy című számával, én erről még nem is hallottam, de azt mondják, hogy nagyon jó, ezért betettem a listába. Thank you.
Az ötödik slágerlistánkon a Scorpions együttes, a Send Me an Angel című számmal. Róluk csak annyit, hogy most értek vissza az USA slágerlistájára, és ennek kihasználása révén egy óriási nagy koncerttúrnét rendeztek. Indulnak vonattal, hajóval, autóval, gyalog és futva. Szóval indulnak, beérnek az egészben. És megváltjátok. Igen, nagyon jó lesz, ebből egy kis zene következik. Slágerlistán negyedik helyén Bryan Adams Everything I Do It For You című száma szól. Igen, és ez a szám azt hiszem Bryan Adams visszatérését jelentette, azért is, mert 1991-ben ezzel a számmal ugrott a nemzetközi slágerlisták élére. Nálunk ugyan még nem az élen van, de lehet, hogy ott lesz, szóval ne jósolgassunk előre. És ez a szám nagyon lírai, nagyon szép, egy filmnek a zenéje, a Robin Hood című film zenéje, ebből látunk most egy kis ízelítőt. Harmadik helyen, tehát már dobogós helyen a Nirvana áll, ő egy nagyon kemény srác, legalábbis ránézésre, a Lithium című számával, valamint azt hiszem, hogy nem nagyon kemény, ugyanis legújabb hír róluk, hogy elvette barátnőjét, ugyanis gyereket várnak, úgy néz ki augusztus 8-a körül kislányuk születik. Baba. Az. Tehát jön egy baba. Szóval baba is lesz, de a mi slágerlistánkon nincs baba, Nirvana van. Nirvana. I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Slágerlista második helyén a Guns N' Roses Sweet Child of Mine című száma. Igen, és a Guns N' Rosesról hallottam egy kis pletykát, ha nem is pletyka, inkább Axl Roseról van szó. Szóval azt mondják róla, hogy ő gyermekkorában énekelt az iskolai kórusban, szégyellős volt, de azért elment énekelni, mert igencsak angyali hangja volt. Hogy miért volt angyali hangja, ezt mi nem tudjuk, de a rajongói váltig állítják, közben a kutyuska az bejön. Az biztos, hogy nincsen. Na gyere, ne szépen. Úgyhogy most nézzük. Első helyen Dr. Albán áll a listán It's My Life című számával. Te tényleg doktor? Igen, ő fogorvos, és meglepő, hogy fél fogorvosához elmenni, ugyanis retteg a fúrástól, ezt ő állítja. Hát nem tudom. Hát én is rettegek a fogorvosomtól, de hát nem tudom, ti mennyire rettegek, mennyire nem. Nézzük, It's My Life az első helyen áll. Igen. Műsorunk végére érkeztünk. Elolvashatjátok a stáblistát, de utána meglepetés.
világba fullad a szó, s mint erő fátyó. A hódító némaság szívekig ér. Én jól tudom azt, hogy mennyire simogató. Az andalító nyári hallgatás, de bármi jó is mégis mire való. A nyitmakatlan szívem vágyom már. Mit ér a nyár, Rózsika nélkül? Mit ér a muzsika szó, a nincs szerelem? A nyári ég hiába kékül, ha nincs ki együtt örül, én velem. Mondd, mit ér a szív dobogás, ha nincs rá válasz, és mit ér a réteken ezer virág? Jaj, mit ér a nyár, muzsika nélkül, s mit ér a szerelem, nem vagy velem. Mondd, mit ér a szív dobogás, ha nincs rá.